a reggeli leckére, leckére ravas írásaiból, hármas fejezet, ki ezért a munkáját, mások végzik el. Ki a munkáját, mások végzik el. Azonban, ha nem érdemelte ki, akkor magának kell elvégezni a munkáját. Meg kell, hogy értsük a fontosságát annak, hogy ki ezért a munkáját, mások végzik el, amely a Nachma de ksufa és hogy milyennek a jelentése, és milyennek a, a nyeressége. Magyarázat. aherim mások, amely, jelent, amely az Ahoráim szóból, azaz a hátat fordított szóból származik, mivel vannak az szembefordul edények, a belső edények, melyek a edények, és vannak az Ahoráim edények, amelyek a hátat fordított edények, azaz a megszedési edények és ebből kifolyólag, amikor valaki eléri a teljességet, amely azt jelenti, euh, még nem érdemel, amely elérte, a kiérdemelte az, azt a szintet, hogy nevezetesen a szent munkát az, a szemköz szembefordul edényekkel, az adatkozó edényekkel tudja elvégezni, és amikor akkor képes az össz, ezt az edényeket használni a szent munkára. Azonban ez nem így van, amikor valaki nem érte még el az, ezt a kiérdemesült munka, kérdemesült szintet, ennek, e, akkor ennek az embernek a munkáját, a szent munkát, azt az Aherim e, mások fogják helyet, e, helyett elvégezni, azaz a megszerzés edények is képesek lesznek a mennyei munkát végezni. A panim edények, ami, ami azok az edények, amelyeket kellnek, Kielnek, vagy Izraelnek nevezünk, mivel a szikrák azok a teremtés céljára, és tényleg beteljesülésére irányulnak. Tehát nekünk nagyon kicsi, nagyon gyenge a sóvárgásunk, mivel a vastag, vaskosság az alacsony, alacsony, ezért, ha az, az a képességét nézzük, hogy merre lehet a megszerzés edényeket is aktiválni ebben a folyamatban, hogy, hogy megerősödjön a teremtés cél felé való haladás, a kapcsolat felé, a dvekút felé való haladás. Ehhez kellenek a posterior edények, a hátat fordított edények ereje is, mégpedig irányultság nélkül csatlakozzanak ehhez a folyamathoz, és nem csak hogy ezek csatlakoznak, hanem hatalmas erőt is adnak hozzá a pani medényekhez, vagyis a szemtől szembe forduló megszer adakozási edényekhez, hogy együtt tudjanak sóvárogni. És akkor ezek odakapcsolják magukat, részeként látják egymást ebben a folyamatban, erőt kapnak egymástól, és és ilyen módon a teljes edényt, vagyis a Galgatv Naimot és az Ahapot összekapcsolják, és akkor kiderül, hogy megjelenik a helyes kombináció, amely a Galgatv Naim edényeiből származik, és az erő az érzelmi csatlakozás, gyakorlatilag a, a, a megszerzés az adakozási edényeknek az összekapcsolása. Ez Izrael számára azt jelenti, hogy a kétféle edényt képes lesz ugyanabban a cél irányába használni, és ezt nevezzük úgy, hogy a munkáját mások végzik, mivel a munka, az előadásnak az ereje, azt a, azt a, a horálymedényekből is megkapják. De az oka annak, hogy ők ezt képesek ezek az emberek elválaszthatatlan részként látni, egyetlen hatalmas összekapcsolt rendszerbe, az, e, ugye ez azt jelenti, hogy az erő az innen származik, azaz nem csak az adakozási edényekből, hanem a megszerzési edényekből is. És, ak és akkor megjelenik egy új erő, amely gyors előradást tesz lehetővé. Ad egészen a végéig, amíg a ahrájm edényeihez is fordulunk, az a megszerzési edényekhez is, és ezért arra van szükségünk, hogy, hogy érezzük azt, hogy a tér és az idő, ahol aktiváljuk magunkat a megszerzési edényeknek a bekapcsolására, hogy ezek hozzánk kapcsolódjanak és velünk együtt fejlődjenek, ugye ez azt jelenti, hogy a külső edényeket bekapcsolja az ember, és ez tapasztalatos igénye. és módszert is, hogy milyen módon tudjuk megközelíteni őket, ahogy mondva van, hogy a gyereket a saját útja szerint kell nevelni, azaz, hogyan tudjuk közelebb kapcsolni magunkhoz, milyen módon tudjuk ilyen, ezzel működtetni, és ezáltal az medényekbe befektetett erő segítségével érezhetjük, hogy mindegyik, mind az ahoráj, mind a posterior, vagyis a, tehát mind az ahoráj, mind a pani medények Ugyanazt a célt szolgálják, és sokkal gyorsabban lehet előre haladni. Mivel a, az érzelmeknek az érzékelése az mindenképpen a panimedényekben, azaz az adakozási edényekben történik meg, azonban a vizsgálat, amely az előrehaladásnak az erejét adja meg, azaz, az pedig az medényekbe. Kérdés. Mit jelent az, hogy a teremtés ereje? Az az Ahoráim edényekben eh, nyilvánul meg erőteljesen. Az az vagyis a vaskos vastagságot jelenti. Tehát ha van a Gagatmenáim, amelyben nagyon kicsi a, a vaskosság. Mit jelent ez? Azok a panim edények, az arc, arc állapotban lévő edények, amelyek, amelyek az Isten felé tudnak fordulni, azért, mert ők önmagukban eh, gyorsan tudnak előre menni, ugyanúgy, mint a hafeszeszed állapotában lévő ember, aki az erdőben él, neki egy ingyese kell, hogy legyen, ugye ez a kegyemi öröm állapotában élő ember, azon kívül mire van szüksége, van bármilyen másra vágya, nincsen. Amilyen van, az elegendő, és ezért nem tud mást aktiválni az előadásához, mint ezt. És a részleges előadásában ezen túlmenően vannak az ahoramedények, és az előadáshoz az kell, hogy ez a szeszed állapot, Izrael, az gyakorlatilag visszahúzza egy kicsit, mindenféle terheket rakjon rá az emberre. Néha ezek az edények megráncigálják, tehát, hogy miért nem a maguk irányába akarják húzni az embert, hogy miért nem velünk akarsz haladni. És akkor, tehát, és azt a vádat teszik az emberre, hogy miatt ad érezzük magunkat rosszul. Miatt az van a gonosz a világban. És mindezek a dolgok együtt, ezek jelezni fogják azt a fajta dolgot, hogy ezenek az edényekben megjelenő erő, ugye ez a hiány, az, az előadásra való hiány jelenik meg ebben, az Isten felé való, hiány, felé való haladás hiány jelenik meg ebben, és ilyen módon nekünk meg kell nyerjük azt a lehetőséget hogy az Ahoráim edényeit azonnal képesek legyünk odakapcsolni, és az ő irányunkba adni. Tehát amikor az ember elkezdi látni, az hogy az általános válság van a világban, akkor az Ahoráim edények, azok felvillantják a szenvedést, és akkor elkezdünk egy szélesebb terjesztésbe, ahol elkezdjük látni, hogy Izrael emberei mennyire csalódottak, és az is lehetséges, hogy, hogy még, bár ők kapcsolták a pani medényeket, de mégis azáltal, hogy az megerősítést nyernek az ahorai medényekből, vagy a megszerzési edényekből, akkor lehetővé válik Izrael számára, hogy abban a mértékben, amilyen mértékben mindenféle fizikai kitöltési keresnek még az életükben, nyilván ez az Ahoráim medényébe kell, hiszen a Gálgát Naim ezt az Ahabtól megkapja, tehát megkapják, a, Izrael megkapja a külső világ edényeiből különböző vágyadásokat, és ezt jelentünk, hogy az Ahab a Gálgát vagy Náimon belül, és ezen a fajta módon mi fel kell, hogy osszuk ugye a terjesztésünket különböző részekre, az Ahabnak az irányultságát az Ahab felé, és ami Izrael számizatését jelenti, és egy részét az Ahabnak önmagában, amely a világ nemzeteit jelenti. És a Gálgáta Ináim és Ahabja, amikor az Ahabban van bemerülve a Gálgáta, ez egy belső szám, is teljesen, és akkor ezáltal meg tudjuk magyarázni a módszert, hogy mi az előnye mindannak, mi az előnye hogy az megszerzési vágyakban is felébresztés történik, mikor az általános, a legáltalánosabb, a legerőteljesebb edényeibe, amely, az, amely a sorsuk, a feladatuk uh, Izrael fiainak, amely rájuk vár, és ezért jelik meg a gyűlölet köztük, és az egész világ és Izrael között a gyűlölet, és valójában innen kezdődik annak a megvalósulása felismerése, hogy mi, a, mi Izrael feladata, és ez az a mód, ahogy az, Aharámnak az az edényeiből a sírás felhangzik, a felnyög, ugye ez az edény belül, mert azon belül, amit érez Izrael, képes önmagát leírni, mert a hitkarajot, a befoglaltatottság, ugye Aritól kezdve erőteljesen előre kijelenthetjük, hogy nekünk kell megvalósítani, aktualizálni a teljes korrekciót. Ez az, hogy ez működik. szólám elmagyarázza ezt a Zohár könyvének a bevezetőjében, hogy hogy működik, és ennyi. Ez világos? tehát a teljes, a naimnak a kliével való munka. Mit jelent ez? Tehát ez... Tehát hol van a limitációnak a munkája, vagy hol van az, amikor a, a luxusról beszélünk, amit a megszerzésen megkapnak. Az, amikor a teremtés célját teljesítjük be, akkor addig a helyes irányba kell, hogy haladjunk. Itt ez, ez, ez addig nincsen hiba tehát a módszert ezen a módon használni, ezt tett bennünket képesé, hogy a Gálgatva Nehájm és az Ahab szét tudja válogatni, ki tudja választani együtt azokat a vágyakat, azokat az edényeket, ugye ezek az, úgy arról van szó, azokat a minőségeket, amelyekben minden egyes alkalommal előnyösebb a, a számukra, előnyösebb használni úgy, hogy a középső vonalon tudjon előre haladni. Tehát van az Ahab, és, és aztán van a jobb bal vonal és a jobb vonal, és ez a, az a horájma a bal vonal, a másik a jobb vonal, és közben kialakul a középső vonal, azaz a viszonossági kapcsolat a két edényfajta között, és ezen túlmenően még a középső vonalhoz békét az ember belső világában, ez mentesíti a világot a szenvedéstől, és ezáltal a világ az, az lenyugszik külsőleg, és látni fogjuk, hogy ez a helyzet mennyire értékes, és mennyire a felső erő feltárulására van kitalálva a teremtő, nem tud feltárulni. Ö a, abban a, az ellentétben, ami a nemzetek között a gyűlölet miatt jelenik meg, hiszen nincs formaegyezés, mert az ő minősége, amely béke, teljesség, szeretet, és ugyanakkor néz, ami történik, hogy a békétlenség, ezek ellentmondanak egymásnak, és ezért ezek a borzasztó állapotok, amit mi látunk az egész világban, ezeket úgy kell látnunk, hogy ez egy ez a munkaterület miatt van így, ezt nevezük úgy, hogy az áldás területe, amely a teremt által meg van áldva, mert nekünk ki kell mennünk és dolgoznunk kell ezen a területen, adakoznunk kell, és minden egyes helyzetben választanunk kell, minden egyes pillanatban, a világ minden egyes szegletében ki kell választanunk a legmegfelelőbb megközelítést és ami ezzel dolgozunk, ha ez iránt akkor azt kell, hogy lássuk, hogy itt és ott vannak barátaink, akik az egész világban ö, megadják a képességet, és elkezdik magukat helyesen megszervezni, és ezt a módszert is helyesen megszervezni. Békét visznek ezáltal a világba kapcsolatot, és ezen a módon a teremtő képes lesz feltárulni. És csak a teremtő feltárulása a teremtmény számára hoz békét a világban. Tehát a mi munkánk, mondja Rav, az kizárólag a béke terjesztésében nyilvánul meg. Én még mindig nem értem, hogy mik azok a pani medényei. Tehát amikor közvetlenül vagy nem közvetlenül dolgozom a barátaimmal. A pani medényei, mondja Rav, azok a szemtől szembenedények azok olyan edények, amelyekben van egy sóvárgás arra, hogy a teremtőt felfedezd a felső erőt. Azért, mert formegyezést tudsz velük elérni. Aki, amiben megjelenik, a mi az életem értelme kérdés, miért élek. De, de ez nem kíváncsiságból jelenik meg, hanem sokkal inkább azért, hogy engem arra vonzon, hogy megtudjam az életnek a forrását, megismerjem. Ezek a külső jelek, külső edények, melyek belső vágyhoz kapcsolódnak. A... Ez még nem igazi dvekut, mert, e, mert ezek, az, ezek az darabkák, amelyek ö, már, meg, már adakozóak, mégsem nincsenek is lalismában, mert az ego hatás alatt vannak, de mégis. Ezek azok az edények, amelyekben képesek felfedezni a teremtőt. Nem túl tiszta módon még, de megjelenik bennük a belső szándék, egy hajlam van bennük, hogy mi az élet értem. Egoista módon, tehát én egyszerűen nem akarom elveszteni ezeket az edényeket, hanem én akarom ezeket a vágyakat megnyilvánulni hagyni, és használni is akarom őket teljes mértékben. Az ego az hatalmas de ideológiailag olyan, ez azt jelenti, ez az edények úgy működnek, mintha. Mi a formája ennek? Hogyan építem fel a pani medényeket? A pani medények azok kizárólag egy viszonsági kapcsolatban építhetők ki a barátokkal, a barátok közötti vágyakkal, mindenkinek csak egy szikrája van, annak érdekében, hogy ezt a szikrának irányultságot adjon, egy formát adjon, ezt mi csak akkor tudjuk megtenni, hogy a szikrával összekapcsolódunk, tehát az ego fölé emelkedve, ami ezt a szikrát rejtetté teszi, tehát nekünk megszorítást kell tennünk az ego fölé, és meg kell próbálnunk a szikránkat egyetlen hatalmas szikrává összekapcsolni, és olyan mértékben, amilyen mértékben ezt meg tudjuk tenni, kapcsoljuk össze, és abban a mértékben kezdjük el felfedezni ezt az, ezt az irányultságot, ezt a területet, és itt tudjuk megvizsgálni, hogy van-e valamilyen eltérés, vagy nincs, és ebben a kapcsolaton belül tudunk vizsgálatokat végezni. Akkor menjünk át a lecke következő részére, helyesebben kezdjük meg a leckét, mondja rá.